Ferenc, a bécsi diákok. Világbíró Mátyás királyhoz egyszer három bécsi diák állított be a budai várba. Jeles három szerzet volt, az egyiknek szép-szép-szép-fó hívei voltak, mint a túri kancsónak. A másiknak kávésinzsával vetekedett a szemem. A harmadiknak olyan hosszú volt az orra, hogy két arasztal előtte járt a gazdájának. Itt vartok, mit vartok, mosolygott el Mátyás az érdemes társaság láttára. Bécsi diákok vagyunk, urunk királyunk, hajlongott a három legény. Hát aztán új állatban volnátok, dagozta Mátyás. Le akarjuk főzni a pesti diákokat. Hallottuk hírét, hogy fölvitte Isten a dolgokat. Vásommal jártunk, kaláccsal etetett őket. Úgy igazat, bólintott a király. Úgy kell megbecsülni a tudományt, ahogy megérdemli. Akkor minket aranyba foglaltas, marcipánnal tarts, magyarok királya. Szem nem látta, fül nem hallott a párját a mi tudományunknak. Erdő az nem berek, tenger az nem patak, mint a pesti diákoké. Megnézzük, hány zsákkal teli, mosolygott Mátyás csendesen, és odafordult a lepánkhűhöz. No fiam, hát te mit árulsz? A diák meglegyezgette magát a füleivel, és keményen jelentette. Olyan fülem van, hogy még a fül növését is meghallom vele. No, te ugyan kiváltad a rezet? Intett neki Mátyás kérésem. Olyan jutalmat adok a tudományodért, amilyet érdemelsz. Megengedem neked, hogy ott hallgass az országban a fű növését, ahol csak tetszik. A tudós bécsi diák úgy ballagott ki az ajtón, mint akit leforráztak. Szégyenlétében úgy beletakarodzott a fülébe, hogy azt se hallott, amikor a fincsaszemű a helyébe toppan. Hát te mit tudsz, szolgám? Kérdezte nyájasan Mátyás. Még ennél is különben, forgatta a szemét a fincsaszemű. Olyan éles a szemem, hogy annak a hangyának a pislogását is látom, amelyik a köntösöd ugyan mászik. Azám csak ugyan pillantott Mátyás a dolmánya ujjára. Bizonyosan a kertben hüllött rám az előtt. Nesze, fiam, megjutalmazlak tőle. Legalább lesz, mint gyakorolni a tudományodat. Aztán a malkába nyomta a hangyácskát a fincsaszemének. De úgy megzavarodott, azaz Isten adta, hogy az ajtót se látta meg az éles szemével, hanem mindenáron az ablakon akar kimenni. Annál vígabban táncoltatta az orrát a harmadik bécsi diák. Azért a legtöbbet, amit én tudok, nyarított Mátyásra a fél szemével. Olyan orrom van, hogy a hetedik határból is megérzi a pecseny szagát. S akkor átcsippantott a takaros orrával, hogy csak úgy levegtek bele a bíbor függönyöt. Mátyásnak meg a könnye hullott nevetében. Fussatok hamar! Jártotta oda a kamarásainak. Hozzatok egy fehér cipót ennek a tudós embernek a pecsényszak mellé, hadd mártogathassa meg bennem. De nem vártam az a cipót, hanem esze nélkül kisonfordált a palotában. Hanem az óra kétszer akkorára nőtt, mint azelőtt volt. Úgy kellett neki pillanatot csimbítetni. Azóta se főzték le a bécsi diákok a pestieket. Telhetetlen kecske, széken népmese. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia, s egy kecskéje. Elküldi a kisebbi fiát, hogy hagyja ki a kecskét a mezőre, hadd legelészem. Elmegy a legény, gyűjtön a mezőn, egész estig a kecskével, s mikor hazafelé fordulnának, kérdi tőle. Ettél a kecske? Azt feleli a kecske. Ettem, de csak azzal vagyok, amit tegnap ettem. Hazamegy a legény, s elpanaszolja az apjának, hogy milyen nagy étű telhetetlen ez az ő kecskéjük. Másnap, harmadnap elmegy a két nagyobb legény kecskével, ezek is kérdik tőle. Ettél a kecske? Ezeknek is azt feleli.
fecskével, ő is kérdi tőle. Ettél-e én? Ettem, ettem, feleli a kecske. De csak azzal vagyok, amit tegnap ettem. Miért előlik a szegény ember, s azt mondja, megállj, ördög, adta nagy étű kecskéje, nem kaptak én többet? Fogja magát, s megnyúzza a kecskét. Amikor éppen lehúzzák a bőrét, azon módulat fölúlik a nyúzott kecske, elfut az erdőbe, s ott bégulik egy rókalikba. A róka nem volt ott, estére hazakerekedik, s bé akar menni a lyukba. Amint Burna mély felé, meglássa a nyúzott kecskét, s nagy megijedve visszahőköl. Mikor egy kicsit magához jön, Bégjár. Ki vagy hél? Feleli a kecske. Én vagyok a nyúzott babkecske. Bé, ne jöjj, ha az életed kedves. Aj, elszaladt a róka, megy a farkashoz, segítségül nyúlja. Oda megy a farkas, bégukkant a lingba, de mindjárt visszakapja az orrát. Nagy ilyen. Ki vagy hél? Oda bég. Járt a farkas. Én vagyok a babkecske. Bé, ne jöjj, ha az életed kedves. Róka, farkas, mind a kettő. Mennek a medvéhez, azt hívják el, aztán nem érnek. Végül kint a medve is a lyukba, de mindjárt visszabőkölt ez is, ahogy meglátta azt a csúnya állatot. Ki vagy, hé? Oda bég, kérdi a medve, feleli a kecske. Én vagyok a babkecske, bé, ne jöjj te medve, ha az életed kedves. Elszaladnak mind a hárman, keresnek egy méhet, meg egy dolgot, s elhívják a rókalikhoz. Bezzeg, nem ilyet meg, sem a méh, sem a rókó, csak nagy hirtelen véget öltek. A méhben bújja nyúzott kecske egyik orralikába, a dolgó a másik orralikába. Kifut szörnyű mekedve a kecske, a három vadállat megkapja a lik szadánál, s abban a mintában fölfajtál. Eddig volt, mese volt, akinek viszi, járjon utána. Lázár Edi, síros trukk. Síros trukk bömbölt, vernyákolt, ver, 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 nyermákolt, nyer, 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 tutujkázott, túj, 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 óbégatott, ó, ó, ó. Zengett tőle az alsó, a felső, a középső, a fent és a lent. Na persze zengett az erdő mélye is. Hú-hú, mi az? Kérdezte a medve. Égszakadás? Földindulás? Zápor? Zivatar? Jégverés? Légiriadó? Ezt kérdezte a farkas is, meg a róka. A szarvas, az őz, a bors, a nyúl, a császármadár, a fátán. Minek soroljam? Minden rendű erdei, erdőszéli és mezi állat ezt kérdezte. Mindegyik önmagától kérdezte, mert ugye külön-külön lapultak. A medve a barlangjában, a farkas az odujában, a róka a kötőjében, a császármadár a fészkén, az őz egy sombokor mélyén. Összehúzták magukat, ajjajjaj, s közben zúgott a nyernyel, búgott a berber, szirénázott a tuj-tuj-tuj, borzongatott az ópó. Ihaj, mondta aztán a nyúl. Na-na, hogy ön mondta, hisz tudhatjuk, a mesebeli állatok közül a nyúl a legokosabb. Majdnem, hogy lángálna. Ez abból is kiderül, hogy azt mondta, ihaj. Azért mondta, mert rájött értelme, hogy nem égi háború és légriadó zajlik itten, hanem csak egy gyerek sír, méghozzá lánygyerek, amiben teljesen igaza volt, hiszen síros fut, tőről meccett lánygyerek volt. Na,
felül is merészkedett a macskáról, nyújtogatta a nyakát, s mivel a többi állat sem esett a feje lágyára, sorjában rájöttek. Gyerek sírás ez, nem más. Legutolsónak a medve jött rá. Mégis ő volt az első, aki odament sírós fukhoz, és megkérdezte. Mi bajod, kislány? De aztán kérdezhette, mert sírós fuknak most, hogy már közönsége is volt, még jobban rázendített. Bömbölt, ahogy a torkán kitért. Ver! Nyer! Tudj! Ó! A medve megszeppent. Nagy lehet a baj. Tekergette a nyakát, segítséget várt. Jött is nem sokára, maga a farkas, olyan nyájas volt, majd elolvadt. Mi bajod, kislány? De válasz helyett ver-ver, felelet helyett nyer-nyer. Jött az őz is, a szarvas, a borz, a császármadár, a nyúl, a róka, az egér, a rét is, a kékelem, a pálcán, a nyest és a nyusz, a mennyi és az ügyedőke, meg mindenki, aki erdőmezőn erdőszélen volt otthonos. Körülállták sírós fukkot, kérdezgették, nyugtatgatták, becézgették. De hiába, csak bömböl dühöttem. Az állatok tanakodtak, mit tehetnének? Végül is úgy döntöttek, hogy kórus alakítanak. Felfelébe álltak, sírós fuk elé, és a nyúl vezényletére elzenték. Miért sírsz, kislány? Dübörgött, mint a földrengés. Sírós fuknak kikerekedett a szeme, és a torkán akadt a túlpult. Jaj, de éhes vagyok, mondta megszeppenve. Miért nem ezzel kezdtek, te szamár? Morgogott a medve. Ó, te oktondi, te balgatag, te kis buta, mondogatták a többiek. Felderülve, hogy nem nagyobb a baj. Szétszélettek gyorsan, hordták az ennivalót. Bükkmakot, galagonyát, kökényt, somot, mézet, répát, vadpörtét, málnát, Gledics kütyögő. A kökénybogyóknál elelként örülött sírós fuk, de aki éhes, kicsire nem ad. Belakmározott, degeszre tömte a hasát. Körülállták, nézték boldogan. Sírós fuk igazán megköszönte a segítséget, felkászállódott és elindult hazafelé. A róka meg egy lapos pillantást vetett a nyúlra, és azt gondolta. Jaj, de éjfár gerjesztően evett ez a sírós fuk. A farkas az őzre nézett, és megnyalította a szája szélét. A rétisás lépett egyet a pálcán felé. A mennyi a császármadár felé sütörgött. Hus! Egy rebbenés, egy dobbanás, s az állatok, ahányan voltak, annyi felé futottak. Mindenki a maga odujába, vackába, készére. A nyúl pihegett egy kicsit a rejtek helyén. Micsoda ostoba egy kölök, gondolta. Aztán eszébe jutott, amikor ő a rókával, meg a farkassal közös kórusban énekelt. Milyen különös is volt mindannyiunknak együtt lenni. Milyen is? Lehet, hogy ez a sírós fuk nem is olyan ostoba. Ha a láng is nyúl nem tudja, mi aztán még kevésbé. Volna a dolgunk igazságot, de csak igazságtalanság
Megkérdezte tőle, ki fia vagy, s mi áradban? Ne akarod tudni, ki vagyok, s mi áradban? Mondta az ördög. Nem addig van az, mérgelődött a bíró. Tudni akarom, ki vagy, s megbánod, ha nem mondod meg. Én itt bíró vagyok, csak egy szavamba kerül, egy börtönbe dugnak. Hát, ha így van, mondta az ördög, akkor hát meg kell mondanom, hogy én vagyok az ördög. No! Tökkel meg a bíró, s mi árad van erre felé? Most már azt sem titkolom tovább, bíró uram, azért jöttem, hogy ebből a városba elvigyem azt, amit jó szívvel kínálna. Hát csak vidd, mondta a bíró, de hadd látom én is, mit kínálnak neked. Ne kívánna szállni, felelte az ördög. De a bíró addig erősködött, még az ördög végre ráállt, hogy magához viszi, s láthat. Hallhat mindent. Elmentek hát együtt a piasztérre, a bíró meg az ördög. Éppen vásár volt. Meglátták a bírót a társával, s nem tudták kicsoda, s mindenütt tele pohárral kínálták, és hívták, hogy tegyen igazságon. A bíró felkapott egy kancsó borst, oda nyújtotta az ördögnek. Igyál! Nem iszom én, mert látom, nem jó szívvel kínálom. Tovább mentek, megláttak egy asszonyt, aki egy disznót vezetett mazdagon, nagy kínnal keserve. A disznó arra akart nézni, erre a kedve tartotta, az asszony meg húzta, vonta, végül nagy mérgesen ráival. Hogy minden az ördög szörös tűbörös tültet csak a nyőt? Hallod, barátom? Tiéd a disznó, kaffás, vidd neked kínálja. Nem szívéből, mondta az asszony, álló esztendék siratnál, ha elvinném a disznóját. Csak azt vettem el, amit jó szívvel kínáltam. Tovább mentek, egy másik asszonynal találkoztak, aki a gyermekét vezette. A gyerek rosszalkodott, az asszony meg rá kiáltott. Ördög vinnám pokolba, haszontalan kölyke! Hallott, Timbora? Tiéd a gyerek, kaffás, vidd, neked kínálják. Ez sem volt komoly beszéd. Volt egy siratnám, álló eszendék siratnám, ha elvinném a gyerekét, csak azt feltem el, amit jó szívvel kínálna. Odértek a piacért közepére, ahol a legsűrűbb volt a sokadalom. Egyszer csak eléjük lépett egy szegény beteg öreg asszony, s nagyban szóval siránkozni kezdett. Jaj, neked bíró! Jaj, neked, mert te olyan gazdag vagy, én meg szegény vagyok. Mégis elvétetted egyetlen tejékémet, egyetlen táplálómat. Jaj, neked bíró, bárcsak sose lennem többé. Minden az ördög! A bíró már meg sem ugatott, az ördög már mellett a termet, és azt mondta. Látod, bíró, ezt már szívből mondta. Jó szívvel kínáltam nekem, hát vissza. Azzal megrögött, és már itt, és a pokol felettére. Ugye az ágra is kollászkodjál. Talán a macska jó.
butaságot a madaraknak, nyávozta unatkozva a macska, s lefeküdt a dunyegyfa tövében. Most már a tapsi feleségelte. Nyuszi, nyuszi, nyuszika, kezdte a szarka. Ide hallgass, milyen szép nótát tudok én. Nem érdekel a nótát, a reggelt csörgő. Felelte a tapsi füles, és táncolni kezdett egy rókával. Megálljatok csak, ezért bosszút állok. Határozta el a szarka, és felszállt a legmagasabb vára, de annak is a tetejére. Délben aztán elérkezett a bosszú ideje. Éppen ebédelni készültek az állatok, mikor a szarka leszállott a fáról, és ellopta az egyik kutya ebédjét. Mikor aztán a kutya keresni kezdte a jó ízű falatokat, a szarka elkiáltotta magát. Ellopta a macska! Erre a kutya a macskán követelte az ebédet, de az esküdözött, hogy egérlegyen látta. Hazudik, hazudik! Láttam, mikor eldobta a fa mögé. Ezzel már le is ejtette a fa mögé a kutya ebédjét, úgyhogy a kutya rögtön megtalálta, mikor kereste. No, hiszen lett erre verekedés? Kutya neki a macskának, macska a kutyának. Még a rókák és a nyulak is verekedni kezdte. A szarka meg majd szétrepett a nagy nevetéstől. Nem is maradtak többé együtt az állatok, elvándoroltak messzi vidékre, és azóta haragszanak egymásra a kutyák és a macskák, és azóta kergeti a róka a nyulat. Kérdi a macska.
hátisába, a gombos lyuk a törölközőbe, a macska meghúzódott az ajtó sarkába, a fecskék mentek az ereszt alá, kacsírták pedig a ház tetejére. Hát csak ugyan éjjel jönnek a zsiványok, bemennek a házba, letelepednek a kemence mellett, tüzet akarnak gyújtani. De amint megpisztrálják a hamut, a két forró tojás szétpattan, s szemük szájuk telt tojásméjával, meg sárgájával. Hely, uram, teremtőm! Megijedtek a zsiványok, égette a tojások arcokat erősen, szaladnak a vizes dézsához, hogy megmondjanak. De amint belenyúlnak a dézsába, a rák jól megcsípte az ujjukat. Lekapták az első szemű a törülközőt, hogy megtörülközzenek, de a gombosok jól összeszurkálták őket. Még jobban megijednek, szaladnak kifelé, és ott még nekik ugít a maska, és Isten igazában össze-vissza karmolta az arcát. Ki az udvarra, amikor szemüket vették volna, ott meg a pacsirták és a pecskék elkezdtek csillogni. Zsiványok! Zsiványok! Fogjátok meg! Ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Többet az öreg asszony házához vissza se jöttek. Reggel megkötötte a szállást a macska az öreg asszonynak, négy egyedet felkötötte a szekérbe, aztán mind felkenekedtek, mentek tovább. De hanem amint egy hídről érnek, halljátok csak, mi történt. Az egerek mitől nem megijedtek, a szekeret a vízbe rántottak. Hely Istenem, lett nagy érdelem, bacsirták is a fecskék, puss, felrebbentek és elrepültek. A macska is nagy ügyel bajjal kiúszott, de a szegény rák az ott maradott a vízben. Na, majd a gombos lyuk is. Hogyha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott volna. Egy gazdag ember házánál nagy dinamdánom volt, s meghívott
hívott erre két híres hazugot is. Nosza, amint asztalhoz kerekedtek, megállt a hazudozás. Hiszen, amit eddig hallottatok, mondta az egyik hazú, az mind semmi. Most jön csak az igazi. Hát tegnap is vendégségben voltam egy régi jó barátomnál, s ott akkora gombócot láttam, amekkorát még soha életemben. Akár hiszitek, akár nem, ehhez a gombóchoz 100 méter mázsa liszt kellett, meg 50 méter mázsa szilva. 10 nagy asztal toltak össze, úgy fért el a gombóc. 20-an voltunk vendégek, egy nap s egy éjjel folyton folyvást tettük, s még csak felét sem tudtuk megenni. Hát egyszerre csak mi történt? Két vendég a nagy rakmározás közepette úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna előre. Tűvé tettük az egész házat, nem találtuk sehol. Már egy jó órája kerestük őket, amikor halljuk, hogy a gombóc közepéből kiabálnak. Ej, de jó, de pompás! Bezzeg, hogy belebújnak a gombócba, csak hogy annál többet ehessenek. Hát hiszen, mondta a másik hazú, elég nagy gombóc volt, szent igaz, de ez csak kölyke lehetett annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott akkora gombóc volt, hogy bár lehettünk vagy 50-en, 3 éjjel és 3 nap folyton ettünk, s még csak feljesen jártunk a töltelékben. Na, mondom én a barátaimnak, pihenjünk egyet, hogy újult erővel láthassunk neki. Pihentünk egy fél napot, akkor újra nekifeküdtünk a gombóznak. S hát, uram, teremtőm, megakad a villám valami keménységben. Gondoltam, bizonyosan szilva mag. De nem az volt, hanem mit gondoltok mi? Egy nagy útmutató kőoszlop. Az volt ráírva. Innen a töltelék még 3 kilométer. Hiszen, mondta a másik hazú, de hol készült ez a rettentő nagy is, amelyikben ez a gombóc főtt? Az bizony ott, ahol az az is, amelyikben a te gombócodat főzték. Kinyámadik szemet elment a pap vadászni. Vele volt a kutyája is, de a kutya össze-vissza buklászott. A papnak sűrűn kell leszorongatnia. Cigány, gyere ide! A hajtókezd volt egy cigány is, aki nem vette jó néven, hogy a pap cigánynak hívja a kutyáját. Föltette magában, hogy ezért megtréfálja a tiszteletes urat. A nagy hajtásban fölbukkant egy uszika. A pap ráfogta a puskát, megölte. A cigány is ráfogta a botját a nyúra, és elrikantotta magát. Dur! Miért tartod a botot a nyúra? A bottal nem lehet lőni, mondja a pap. De hogy is nem, tisztelet nyúra. Ha Isten akarja, első a bot is. No, ez meg volt. Vadászat után elmentek haza. Pár napjúrva a pap újra vadászni ment. A cigányos kint kutyogott a tárban, összetalálkoztak. Fölüklik egy úr, pap rálul. A cigány is célúz a botjával, és nagyot kiált. Dur! Szabad a pap a nyúlért, de fut a cigány is. Mit akarsz? Már nem te lőtted? Mondult rá a pap. De hogy is nem állt, tisztelendő úr, nem hallotta meg, korát szólt a puskám? Egy darabig elfeleseltem. A pap megmutta a vitát. Tudod mit? Én a nyilatkúval elkészítetem, mondta a pap. Te pedig megházsz nálam.
Reggel elmondjuk egymásnak, mit álmodtunk. Aki szebbet álmodott, azért lesz a nyúl, az eszi meg. A cigány beleegyezett. A tiszteletes szakács néha megsütötte a nyulat, de egy falat nem sok. Annyit se evett belőle senki. Ott maradt a nyúl a tepsiben. Lefeküdtek. A pap már javában horkolt, mikor a cigánya nagyot fordult a nyomra. Nagyon éhes volt. Kisebb engedett a konyhában, és befalt a nyulat. Még a csontokat is jól leszopogatta. A pap még mindig horkolt. Aludt akár a bunda. Reggel a kanasz tűrkölésére fölérez a pap, s odaszól a cigánynak. Na füstös, mit álmodtál? Előbb mondja el a tiszteletes úr. A pap elkezdi. Hát tudod, azt láttam álmomban, hogy a földről az égbe vezet egy szép fényes lajtorja. Azon a lajtorja lépkedte ő fölfelé az égbe. Cigány közbeszól. Látta, hogy a tisztelnök úr az égbe igyekszik. Azt gondoltam, hogy már nem is akar visszajönni. Megettem a nyulat. Jót remetett a pap. Elővette a sifonérból a butykost, és a második kupica papra morgó után megkérdezte. Aztán ízlette? Mert hiszem az, rákogott a cigány. Ilyen jót még álmomra se ettem. Lázár Ernél a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a felolvágyát. Nincs tárából a legszebb smaragdot. Karkötőt, gyűrűt, feliratos rikot, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincs tálam, legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja benne a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomósok volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy gúbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpáncélres megszedett fa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, a palacsinta volt a mindenet. Na, özöldöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruslók, kutyabecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenyőcsös palacsintával. Majd ettől megundorodik. Jaj, de finom, mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenyőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se lederített. A ráolvasás szertefoszlott, mint a nyárvégi bárát felhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, meg a palacsinta. Tessék velem megutáltatni a palacsintát! Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy íres, meg egy mézes palacsinta között. Karcsú akarok lenni, mint a nátszár. Ha, egy túrós, lengye, mint a tavaszi szellő. Ha, egy kakaós.
tengerésze fölhajította egy jó magasra legfelső ágára, és egy kicsit húzigálta a kancagot. Na, most jó, mondta, ide egy palacsintát. A palacsintát felerősítette a csiga zsinórjára, és felhúzta a falek tetejére. Tessék, Kriszti király kisasszony, el meg! De hogyan? Rémüldözött Kriszti király kisasszony. Más felértem. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszár, és lenge, mint a tavaszi szellő. Richard, így szóltak az ágak, amit Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve, szuszogott, folytatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás, mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony merítéke. Fogadjuk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetején ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát. Én innen többé le nem megyek, mondta neki keseredetten. Húzzatok föl még egy palacsintát? Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnak. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz, mutatta, hogy mit. Lekváros! Hú! Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, robbóba, szuszogva, fújtatva, megindult lefelé. Zír-zör az ága, sit-sut a levele, és lent, ha a lekváros, meg ezt kérem, vigyorgott a kitalára, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát. Rajta Kriszti király kisasszony, de Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, elindult, elzöldült, és kitört, mint egy gerzír. Te hóhér, te körmönfont csaló, ordította, még hogy soványító palacsinta. Csak nem képzeled, hogy áthegyjel bököktetem, fakéreggel morzsadodom, mászással gyötörtöm a drága testem. Poroszló, elő! Vágjatok huszonetet a háta végére! A nagy darab föl és kitalálna, lángelme nélkül is látatta, hogy enne, felesett réfa. Meglendítette hát súlyos testét, és rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szerint kitalálni, ahogy bír, és közben azt motyogta. Pedig ághegyel bögöktetés, fakéreggel morzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem meg. Esetleg egy kis futással tette hozzá, és vágkázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a húgos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl és kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kettelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta, mégiscsak nem talál már a soványító palacsinta. A leslány. Hol nem volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt egy lánya. De azt olyan kényesen nevelte az anyja, hogy ez semmit a világon nem dolgozott. Hiába kérték többen, nem mert férjhez menni, de az anyja is nem mutatta a legényeket. Ne kérjétek ezt meg, mondja, mert ez nem tud a világon semmit se dolgozni. Kényesen van nevelve. Egyszer oda kerül egy legény, és azt mondja. Na, húgom asszony, ide adja a leányát ezzel a feleségül. Nem adom vize, édes fiam, mondja. Mert ebben te nem tudsz megélni. Nem dolgozik a világon semmit se. Hát melyen asszony kent, hogy
nincsen? Nem, a édesanyám, mondja. Mit csináljak? Már mondták nekem, tudtam jó, hogy nem dolgozik. De majd megtanítom, ne féljen, olyan ügyes lesz. Úgy is lett. Egyszer hazajön a fiatalember a munkából, és azt mondja. Na édesanyám, ma hányan dolgoztunk? Ketten, édesfiam, ketten. Akkor kettenes együtt. És a menyecskét nem hiszek enni. Az csak félreült és bőgött egy sort. Úgy lett ez másnap is. Másnap is hazajön a fiatalember a munkából, és azt mondja. Na édesanyám, ma hányan dolgoztunk? Ketten, édesfiam, ketten. Akkor kettenes együtt. Megint nem övett a menyecskét falással. Harmadik nap, imád úgy kivolt éhezve, jó nagyhelyük ült a hasába, hogy azt se tudta, mit csinálja. És azt mondja az anyósának. Anyám, ha kiseprem a házat, az dolog-e? Dolog, mize édes lánkát, dolog. Ha falok egy gyors rófalat, az dolog-e? Dolog, dolog. Ha hozok egy gyorfát a tűzre, az dolog-e? Dolog, mize édes lánkát, dolog. Ha hozok egy vedett vizet, az dolog-e? Az is dolog, azt mondja. Mindenféle dolog. S hát szépen rendre, egész nap dolgozott a manyecske. Hazajön az ura este, s azt mondja az anyjának. Ne édesanyám, ma hányan dolgoztunk? Hárman, édesfiam, hárman. Nagy örömmel mondta. Akkor hármanes együtt. Oda is ült a menyecske, ő volt a legelső, mert én már erős-terős tehetnék javult. S úgy sorban az anyósa mindenféle dologra olyan szépen betanította, hogy még az édesanyja se ismert rá. S olyan nagy gazdák lettek, hogy olyan a faluban nem volt. S az ura úgy szerette, hogy nem győzte dicsérni, hogy melyen ügyes felesége van neki. Pedig milyen dologtalan volt, de az nem árult el senkinek se, hogy kacagtatta rá ő a dologra. És még ma esetnek, ha meg nem voltak.